A lovát szereli fel az edzésre Szűcs Flóra díjugrató versenyző. A komáromi lány 3 éves korában ült először lovon, azóta a sportág szerelmese. A kezdő lépéseket a lovas színházban tette meg Márkos Albert segítségével. A szabadidős versenyekre már a Prime Lovas Klubban készült Pap Alexandrával. Flóra nagyon hálás volt edzőjének és a klubnak egyaránt, hiszen az egész tavalyi versenyévét nekik köszönheti. Jelenlegi edzője Pirik Zsolt, akinek komoly versenyzői és edzői eredményei vannak. Flóra heti 5-6 napot edz a Pirik tanyán, melyből 2 nap ugró, a többi idomító edzés. A lovaglás minden szabad idejét kitölti. 1 éve tette le a rajtengedély vizsgáját. Azóta rablóval, saját lovával indul díjugrató számokban. Ő egy pej herélt. 1,5 méter a legjobb, legmagasabb pályánk ebben az évben, 2 éve van meg, és hát elég kis termetű ló, szóval ilyen póni és ilyen nagy ló között van, és vele járok versenyekre. Mennyire fontos az, hogy lovas és ló ilyen összhangban legyen és egymásra találjon? Szerintem ez nagyon fontos, ugyanis, hogyha nem vagytok összhangban kint a boxban, vagy a legelőn, akkor versenyben és a ló hátán sem tudsz vele olyan összhangba lenni, mert szerintem tényleg nagyon fontos a bizalom, hogy megbízom benned a ló, és te is a lóban. El kell fogadnia, hogy te vagy itt a vezér, mert ugye a lovak azok társas lények, és ott van egy vezérük, őt követik, és el kell lehet nekem érni az, hogy engem tiszteljen, és ne az legyen, amit ő akar. Ugyanis az elején elég sok vitám volt, úgy mondhatni vele, de ez egy ilyen, hát egy ilyen 4-5 hónap múlva az így lecsillapodott, és ment szépen minden rendben. Mit ad számodra ez a sport, illetve hogy rablóval lehet? Igen. Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot, nagyon szeretek itt kint lenni a lovaknál, és nekem nagyon fontos a lovam. Nekem tényleg nagyon fontos, hogy jó eredményeim legyenek, és hogy mindent beleadjak, mert nagyon szeretném ezt tovább folytatni. Mit szeretnél elérni ezzel a sporttal? Hát én nagyon szeretnék feljebb jutni, ilyen akár nemzetközi versenyekre is. Az egy nagyon nagy álmom, hogy a még magasabb szintre menjek, szóval remélem, hogy ezt tudom teljesíteni. A nemzetközi megmérettetés hamarosan valósággá válik, hiszen Ausztriában és Szlovákiában is versenyezni fog a következő szezontól. Flóra elszánt és kitartó, melyet az eredményei is tükröznek. Egész évben én a championátusra készültem, póni kategóriában, ugyanis még pont belefértünk a póniba. Ott lettem Diósgyőrben az első fordulóba, az 3 napos volt. A második napon ott első helyezést tudtam elérni, a többi napon 4. Aztán mentünk Bábolnára a 2. fordulóra, szintén 3 napos volt. Ott első 2 nap volt a 4., és 3. nap pedig 2. helyezett lettem összevetésben. Aztán így az egészet így összetéve úgy lettünk 4. És én nagyon büszke vagyok erre, mert tényleg egész évben erre készültünk, és ugye ez az első ilyen hivatalos versenyzős évünk magasabb szinten, és tényleg erre nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy én el tudtam jutni erre a versenyre. Ehhez a sporthoz türelem, kitartás és alázat szükségeltetik. Nagyon fontos a család támogatása is. Reméljük, a jövőben még sokat hallunk Szűcs Flóra díjugrató sikereiről.